Szervusztok, srácok! Aki egy kicsit szemfüles, az most észreveszi, hogy nem éppen ott vagyunk a kocsival, ahol legutóbb voltunk. Próbáltam nagyjából hasonló módon összerakni, csak tegnap a játék végeztével sikerült úgy kilépnem, hogy hát nem lehet mentve. Nem mindig. Van menő. Nem, és a másik lámpának a... De vagy ez csak így oda? Csatlakozódik? Jó. Ezek szerint a lámpáknak egy darab csatlakozója van. Nem pedig kettő. Tehát így kell bekötögetni a csomókat majd. Az autó egy kicsit arrébb került, mert mindegy volt, aki belesetek. Ez van. Na de! Akkor azt mondja, hogy mivel az előző részben, nem ezt akartam, összeraktuk a... futóművet lényegében. Megpróbálom összerakni a motort. Viszont ehhez kellenek még extra... extra kis megoldások. Mint például... gyertya és hasonló. Na. Most elgurulunk a nagybácsinkhoz, aki elvileg itt van a szomszédban. És hogyha sikerül oda eljutni, lehetőleg épségben, akkor és itthon van, akkor elkérhetjük tőle a kék furgont. De ha nincs otthon, akkor szíves. Ha nincs itt a furgon, tehát valószínűleg nincs itthon. Ja. Szóval más nem annyiban azért változott a játék, meg a menete, hogy ezt így összerakni. Nem lesz annyira egyszerű, mint eddig volt. Látszik. Ja. Jön bele egy. Hát tegnap tudom, hogy beleraktuk, csak ugye, mint említettem. Igazán voltam a végül a helyzet magaslatán. Na. És egyébként megpróbáltam ma megcsinálni azt, hogy elmegyek a motorral bevásárolni, de hiába van a hátulján egy ilyen cucc, hogy ugye elvileg jobb lenne a... hogy mondjam, tehát lehet rajta szállítani elvileg valamit hátul, de mégsem sikerült, tehát egyszerűen nem marad rajta, hogy bármit veszek. Onozom meg, ha jól olvastam, akkor elvileg sokkal inkább arra van, hogy majd a keréknek a kopását lehet vele ellenőrizni. Ez egyébként arra jó, hogy láthatjuk, hogyha valami nem klappol, akkor is, tehát hogy a keréknek melyik része az, ami hát nem akar rendesen működni. Jó. Hülyeséget csináltam. Sose szoktam.
kötem, hol vannak, adogatjuk. Megadogatjuk. Tisztán van. Hányas volt? Néztem. Van a kettes. Egy. Kerekeket még mindig nem találtam, és nem is jöttem rá, hogy hol lehet. De hát egyszer, előbb-utóbb majd csak eljön az idő is, nem? Most ezeket is rá kell fogadni. Hiszen, hogy más a csavar. Minden igaz. Elfelejtettem, mit akartam mondani. Hogyha minden igaz, akkor hogyha ezeket becsavargattuk, akkor jöhet a motornak a felső része, bár ebben nem vagyok 100%-ig azért. Tehát úgy igen, talán esetleg. Oké. Na ugye, a főtengelyen járkálnak föl alá. Tugatjuk, az megvan. Ott lesz az olajszűrő. Azt mondja, hogy... A vezérmű felelős azért, hogy a szelepeket emelegesse. Éppen lassan. Nem tudja, hogy kell majd állítgatni őket, de előleg kell majd állítgatni rajta. De legyen összerakva, az a lényeg. Úgy gondolom. Egyébként van, hogy úgy kéne ezt becsavargatni sokkal inkább, hogy ugye láthatóan érezhetően eloszoljon a nyomaték, hogy meg van húzva, hogy akkor jobban tartan egészségesebb a tömítésnek, amit ugye beraktunk alá. A lényeg. Ja. A kerek lekező. Meg nekünk kell beállítani, akkor az jó buli lesz. Ugye ez is kérdés, hogy ezt hogy kell majd beállítgatni? Majd a főtengert kell... Ezt egyáltalán azt mondja, hogy oké. Ja, úgy tűnik, mintha nagyon mit tudnánk rajta bármit csinálni. De mindegy, majd meglátjuk. Előre ezt a történetet hagyjuk, mert nem tartunk ott. De megnézzük, hogy mik vannak itt. Nem azért, mert most, hogy nagyon lenne pénzünk bármit venni. Elég drága lesz minden más is. Nitro. Ez egyébként elég jó lenne. Tök bele jó pár újdonságot, útfumókát. Ide jön majd. Azok is. Nem nincs én, ez mondjuk nem. Egy.
nekünk. Alapvetően egyébként nagyjából nem azt mondom, hogy teljes egészében, de azért úgy sikerült összetákolgatni, mennyire lehet. Tényleg, Potteri. Na jó. Akkor úgy, ahogyan jól esik. Felé tömítés. Elsőre. Már szeretem. Pedig vacakul néz ki a kis motor. De ha jól tudom, akkor most már le lehet festeni. Úgyhogy még nem hívott senki. Még már második nap itt van még egyedül. Mindegy, annyira nem hiányzik mondjuk. De... nem gondolnak itt ránk. Gyalázat. Igen, és gyalázat. Úgyhogy plate. Oda talán ment egy kemiga pumpa. Vagy... na most... hát, igen. Jó. Megy egy olajszűrő. Azt mondja, hogy a kifeléshez oda megy. Igen. Egy csavar fogja, mert kicsit kitekerjük, akkor utána lehet tekergetni az egészet. Jó. Rövid. Water pump. A sárt, mondjuk. Egy. Kávert kell rá. Ha? Jó. Ú, de jó vagy. Anyas hagytad is? No. Inkább legkisebb. Miért mindennek más a mérete? Igen, itt jön be még egy bibi, hogy itthon nincsen
vízpumpához cím. Erminek az. Azt vennünk kell bent. Azt meg a volt, ha jól emlékszem, akkor külön adja. Annyira nem. Nem mindegy. Jó. Azt mondja, hogy crankshaft. Egy oldalon van mindkettő perc. Megülönek utánunk a legyek is. Biztos, de lehet, hogy a... Itt is be kell állítani. Majd. Őket kell le valamivel haszatolni. Legyenek akva mindesen. Vigyázok, hogy itt kijön. Hát látom, nem. Igazán. Igen, ide kéne, hogy jöjjön 4 gyertya, de gyertyánk az nincs, azt is venni kell külön. Így a elektrise cuccokat még nem tudjuk rátenni. Erre viszont tudjuk tenni a fájírt. Vagy nem. Ami más néven a lentkerék. Ha jól sejtem. Ha jól tudom, akkor ebből is tudom majd venni egy könnyítettet. Amit egyébként mindenfelé előszeretettel használnak sportosított autókhoz. Leszünk az túl magas most már. Mi kell mennünk és kicsit megnyugodni. Na, jó. Eddig jók vagyunk. Motor az félig meddig összeállni játszik. Még egy-két dolog hiányzik róla, de egyébként. Na, a következő... Az lesz, hogy bemegyek, elrendezem az emberkét, és majd utána folytatom a összeszerelést. Még nem melegedett fel a izé. A sauna, így ne kellettem káromkodni. És... sikerül volt. Köszönöm,
Igen. Mindig egy kefélemes sorrendet egyébként. Mint eljön. Be kell csavargatni. Persze. Hű, telefonunk van. Ki az? Ki az és mit akar? Milk sugar sausages. Jó. Elvileg a nagyinak kell vinni cuccokat, ő meg ott lakik. Food items. Jó, felírtam alapvetően, hogy mi kell neki, mint hogy mit kért. És legalább tudjuk, hogy hova is kell vinni. Csak nincs mivel elvinni. Mert hogy elvileg egy ezért ezt még fel tudunk rakni a mocira egy bevásárló kosarat, de annyira nem kifizetődő. Azzal mászni oda, aztán ugye hívni vele urákat. Mert a kocsiban is össze-vissza megy utána, csak hogy kocsiban legalább biztosan ott marad. Ez a különbség. A stressz szintet egy kicsit a sörrel is sikerült lejjebb tolnom. Most lett úgy rögzítve. Már nem nagyon es neki. Már jöjjön azért. Mert minden csavar kell meghúzni. Jó, én keféltem el, az már tény. Ez kihitte volna. Szóval... Mit kell összerakni? Akkor így ahogy van, kell felrakni a adat. Így már jó lesz. Így már mindjárt más. A leányzónak a fekvéséje. Viszont ami furcsa, hogy tudjuk tekerni így a főtengelyt. Alapvetően annyival nem baj, hogy mivel tudjuk tekerni, így nincs beállva a motor, de mitől lenne beállva, hiszen még csak most rakjuk össze. Viszont... muszáj leszünk megnézni, hogy... mi is van itt fönt. Nekünk kell itt szelepeket állítgatni, az jó buli lesz, most mondom. Hát az anyukádat tényleg. Köszönöm.
Nem, mint hogyha itt lehetne látni rajtuk bármit. Jajó, hát akkor mindegy. Lehet, hogy ez majd csak egy ilyen tervezett frissítés lesz, na mindegy, nem tudom. Én inkább visszarakjuk, jól lesz az ott, ahol van. Aztán egyszer majd, hogy beindul, vagy nem. Sajnos gyanítom, hogy az első rész az inkább, vagy nem lesz, de majd meglátjuk. Így többnyire beindulni beszokott az, amit összerakunk. Maximum kigyullad, vagy maga kis semmiségek történnek. Valamit kizöldített, amire nem szoktam. Ez nem egy. Bom. Itt elvileg megvan minden. Nos. Majd tudom, minden a helyére került. Motorrend tekintve. Még mit tekergettem? Maradjál szépen ott a helyeden. Na, maradt ez. Már az olaj deknő. Nem cukik, hogy kifoldból ki van csavarva azért a leveresztő. Azt nem értem, hogy kinek volt ez az ötlete a születésem után, hogy ezt a motort is fogják, és tegyék szét az egész autóval együtt. Nem tudom, lehet, hogy csak borultak egyet a születésen akkor. Ez mekkora az a szar. Ami nagyon nagynak tűnik. Ennyire nem. Közt? Persze. De azt nem csavarjuk be, akkor hiába töltjük föl majd egyszer olajjal, ha lesz majd olajunk. Nem marad úgy. Nem marad úgy. Jó, jött a váltó. Így. Egy picit nagy lenne. Na, ennyi kell. Mi a gyászkeret? Azok mások. És igen. Így van. Nem. Jó.
Ebben maradt, tehát olyan nagyon rossz munkát nem csináltunk ezek szerint. Jó. Mink van még? Drive-gear. Igen. Generátor, de azt szerintem nem itt kell betenni, hanem majd a kocsiban. És ha minden igaz, akkor a gyertyák kivételével azt jön meg ott a jövő. Basszus, tényleg is készülhet. Egy. Ha minden igaz, akkor a gyertyák kivételével most már minden rajta van a motoron, ami szükséges a működéséhez. Majd oda kell rákötni a áhamot. Mindenféle csavar van? Én felettél örülök. Most mit csavarodom be? Egy kérdés. Jó. Védőcet azért kerülhetne. Nem látott más ilyen lemezt. Na, jó. Lényegében a motor az összeállt. Már csak apróságok hiányoznak, amiért el kell mennünk majd, hogy megvegyük. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz a hogyan továbbá. Addig is. Most összeszedem az emberkémet és... És utána folyt köv. Megnézzük, hogy itt van-e a nagybácsi. Ha igen, akkor el nem szaladunk, veszünk cuccokat. Nagyinak is viszünk majd cuccokat. És ennyi. Ja. A következő rész az várhatóan nem ilyen szerelős mutatvány lesz, hanem bevásárlós és talán szerelős. Meglátjuk, hogy Nagyi mit akar. Addig is köszönöm szépen a figyelmet, további szép napot, szép estét mindenkinek, hú, voltam, szervusztok!